Nos, itt vagyunk a Spinozában, ami egy kulturális és egyúttal gasztronómiai vállalkozás. Ez a mi kis kedves színház előtti kávézónk, ami nem csak kávézó, hanem egyúttal kiállítóterem is. Havonta változtatjuk itt a programokat. Ez lenne a téli kertünk, ami nagyon sok mindenre alkalmas, színház előtti kávézgatásra, sajtókonferenciákra, könyvbemutatókra és okos beszélgetésekre. És itt lenne a mi kis színháztermünk, ez egy 75 személyes karzatos kis színház, amint látjuk, nagyon intim hangulattal, és szinte minden este a hónap 25-26 estéjén itt van, amilyen színház, zene vagy irodalmi megmozdulás van. Sokáig értem Amsterdamban, és Amsterdamban nagyon sok ilyen helyet láttam. Itt vagyunk a Dob utcában, a régi zsidó negyedben, és mivel 70-80 évvel ezelőtt ezen a környéken számos színház, kabaré, zenés kávéház működött, úgy gondoltam, hogy én ennek a szellemi rehabilitációjához fogok hozzájárulni. A Spinoza 4,5 évvel ezelőtt jött létre magánvállalkozásban, fő profilja a színház és a zene, emellett sok-sok irodalom, kultúra, stb. A 4,5 év alatt több mint 1200 előadásunk volt, és több mint 100 000 ember jött be ebbe a Dob utcába, csak a kultúráért. Fiataloknak mindenféleképpen helyt szeretnénk adni. Nagy nevű színészek is két táborra oszlanak, az egyik fel, aki már volt a Spinozában, a másik fel, aki még nem volt, de majd jön. Tehát a legnagyobb nevek is itt előfordulnak. Halman Péter már többször fellépett nálunk, rájöttünk arra, hogy a fia Halman Máté Angliából hazakerült, és még nem volt felkapott színész, és megkaptuk ezt a darabot Nijinsky utolsó életéről szól, amikor megbolondult, és az élete lejátszódik előtte, és 8 szerepet játszik a szereplő. Ez egy nagyon nagy teljesítmény, ugye egy-másfél órán belül 8 szerepet eljátszani. Talán Amerika. Európa a császár háborúja alatt nyög. Hát jöjjön Amerika. Lányom született. Kira. Szeretnénk, ha ez egy ilyen kulturális, szellemi műhely lenne. Ezért találtuk ki ezt a konstrukciót is, hogy színház előtt leülni, színház után leülni egy pohár borra, megbeszélni, hogy milyen is volt az előadás. Mindig sokat adunk arra, hogy a művészek is itt maradjanak, lehessen a művészekkel is egy kicsit beszélgetni. Esténként is, meg napközben is olyan emberek jönnek be, akikkel egyrészt nagyon jó beszélgetni, és akik egymással is szívesen vannak együtt, és szívesen beszélgetnek, sőt már szerelmek szövődtek meg, ebből már gyerekek születtek, ezeket külön szeretem. Hát mostanában, hogy a legjobbak közül mazsolázzak, van egy nagyon kedves Piaf budapesti premierünk, van egy Jonathan Swift szerény javaslat. Nagy sikerrel futnak a Legénytól és a Cigánykabaré című darabunk. Még megy decemberben a nagyon nagy sikerű Nijinsky darabunk. Piros biciklinket se felejtsük, nehéz közülük választani. Valahogy úgy nem érezzük jól magunkat, úgy a nagyvilágban, meg a hazában is, úgy szétszélettünk, szétszorodtunk, és kevés közünk van egymáshoz, és valami olyan helyet szerettem volna, és szeretnék, ahol együtt vagyunk, és okos, szép dolgok történnek.